estét kívánok mindenkinek. Nem tudom, ki látta az előző fellépésemet. Tettem néhány megjegyzést Szabolcs megyéről, vagy ahogy mi hívjuk Szabolcsországról. Valaki ismeri Edward Snowdent, hogy így nagyjából, köszönöm, igen. Ugye ő az, aki Amerikát elárulva most éppen Oroszországban bújdok egy reptéren. Hát hasonló a helyzet, csak én most Miskolcban próbálok letelepedni egy kicsit, hogy ezt az agresszió hullámot egy kicsit csendesítsük. Igazából Szabolcs megye nagyon érdekes hely, azt kell, hogy mondjam. Legfőképpen azért, mert egészen máshogy viszonyulunk a dolgokhoz. Amikor azt hiszitek, hogy a street food, ez egy ilyen pesti világi dolog, vagy ilyen nagyvilági, akkor fogalmatok sincs, hogy ez nálunk már évek óta megvan. Frost. Különben ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a frostos dolog, mert ugye, amikor meghallja az ember a szignót, akkor rögtön ott van benne a tetrekészség, hogy most akkor ki kell rohanni, mert ha nem látnak, akkor elmennek, de ha már látnak, akkor azt hiszik, kétségbe vagyok esve, és hogy kell a portékájuk, és rám fognak súzni mindent. Úgyhogy ilyenkor az ember így jár kell egy garázs is a lakóház között, hogy akkor most mi is legyen. Szerintem évente háziasszonyok 10 000-ei burkálnak a garázs mögött, hogy a megfelelő méltóságot tudjanak kilépni. És ugye ilyenkor mindig ajánlgatják az új termékeket, hogy mi is az, ami egészséges és jót fog tenni neked, és végsorolják az összes mirai zöldséget, amit megvásároltatta az embertől. Ezt végighallgatod, rákérdezel, hogy akkor hogy is van most ez a kelbimbó egyáltalán, elmondja. Aztán pedig kérsz egy dupla csokis magnumot, egy 12 darabosat, mert hát nagy a család, csak hát mindegy, most nincsenek itthon. Alapból ugye a pesti emberekben élnek ilyen félelmek vidékkel kapcsolatban, hogy nálunk tereng a tifusz, nem lehet inni a csapvízből, nem lehet megsimogatni a kutyákat, mert veszettek. Most ennél sokkal szörnyűbb veszedelmek is lesekednek ránk. A szomszédomat például elütötte a frosztos kocsi. Nem lett, hál' Istennek, komoly baj, egy kicsi sántit. Egy életen át fogja őt emlékeztetni a mohóságra. De mindegy, gondolat, hogy nem fogok most így a kövérségről beszélni, de nem bírom megállni, egyszerűen adja magát a téma. Kövérnek lenni ugyanolyan kb. Mint melegnek különben, van egy ilyen nagyon durva párhuzam. Nem csak azért, mert az emberek nagy többsége azt gondolja, hogy az lenne a legjobb, hogyha 4 fal között csinálnád. Hanem azért, mert elég korán észreveszik a gyerekeken, de a szülőknek senki nem meri megemlíteni. És így kerülgetik a forró kását. Hát vidéken ez a homoszexualitással is pontosan így van. Amúgy gondoltam, hogy megszervez az első ilyen kövér pride-ot, ahogy így... És így... Közé. Vonulgatnánk, így lebegtetnénk a cicanadrágjainkat, amiket felveszünk rövid pólóval, és akkor így a tüntetők így a kordonok mögött ilyen sovány emberek iráznák. Azt már ne edd meg! A rendőrök ilyen szikerse zacskókkal próbálnak elterelni, így a... Azért. Mondanám, hogy engem nem érdekel, de hát ingyen van öreg. Hát... Volt egy ilyen műtétem, és bekerültem a nyíregyházi kórházba. Akkor már 5 éve itt éltem Pesten. Kicsit féltem a műtéttől, ilyen abszolút pánikrohamok, bőgés, és csak hagyjatok életben, mindenféle dolgok voltak. És akkor megláttam a raptársaimat, ez alatt a szobatársaimat értettem. Hát na, akkor jött az igazi pánik. 5 nyugdíjas asszony. Hát a nyugdíjas az a legfélelmetesebb embertípus, ezt mindenki tudja. Nem csak a keresztkérdések miatt, hanem úgy általában. És nem is azért éreztem magam kínosan, hanem mert rajtam kívül mindenkinek volt háztáji állata. És ez nem hangzik ilyen szörnyű dolognak, de amikor már mindenki 2 napja azon vekeng, hogy így ki fogja megetetni a disznót, és hogy úgy van-e bekeverve a gané, ahogy kell, és hogy lesz ebből jövőre majd búza, és akkor már így érzed, hogy így, te így nagyon ciki vagy azzal, hogy így egyáltalán így fogalmat sincs, hogy miről beszélnek. Úgyhogy így a második naptól elkezdtem azt hazudni, hogy nekem is van. És ott googliztam, hogy szakszavakat itt tudjak villancsolni. Igen, a cukorrépa, hát az is most nagyon el van ázva. Szóval oda is telefonálok az öregnek, hogy így, mit tudom, ponyvázza le. Ezek ponyváznak!
Nem lehet tudni, nem lehet tudni. Szerintem azóta lehet, hogy fél Szabolcs be van ponyvázva, így teljesen jövőző. És lesz. Hát ami még érdekes lehet így, amit így Budapesten tapasztaltam, múlt köttem ki a déli pályaudvarból, metró megállójából, és az a benyomásom támad, hogy én egy istenség lehetek. Szokott titeket elönteni ilyen érzés, hogy így egy isten vagy. És ez velem úgy történt meg ez az eset, hogy így jövök ki, ahogy szoktam, komótosan, és így egy csapat ilyen részeges, hontalan, így rám nézett, így egyszerre, és az egyik megszólalt, hogy Jézusom! Igen, öreg, igen, mondom, figyelj, nyugi, nyugi, ne zavarjon össze ez a sok fog. Közületek való vagyok, de azért köszönöm. És hát igen, igen, a szappanilla sok fog, érted, ez néha az így confusing, ahogy mondani szokták angolul. Vannak ezek a kedves ilyen vallási csoportokhoz tartozó nénik, akik állnak a metró megállóban, és ilyen különböző nagyon dizájnos táblákkal próbálnak téged rávenni az Isten hívésre. Ezzel így találkoztatok már amúgy? Egyszer így ilyen nem figyeltem, és így elém álltak, elkaptak, így benne találtam magam egy beszélgetésben. És így azt mondta nekem nagyon őszintén, hogy is most mondja meg őszintén, van-e valami, amit igazán tudni akarok, amit mondjuk így a Bibliából nem kaptam meg, mint választ, de hogy ha megtalálkoznék Istennel, megkérdezném tőle. Nem nagy a nyomás, így hétfő reggel. Istentől sok kérdés merült fel, de végül egynél lyukadtam ki. A crossfit edzés beleszámít a purgatóriumba? Köszönöm szépen!